Újfalugonnoki kisbuszt vásárolt a Decsi önkormányzat. A 15 millió forintos járműre a Magyar Falu programban nyert pályázati forrást a település. Az autóbusz ünnepélyes átadóján Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő kifejtette, hogy Decs az elmúlt években rendkívül eredményesen pályázott az egyes támogatási forrásokra. 2018 óta a faluba közel 2 milliárd forint érkezett. Itt kiemelném az infrastruktúrális fejlesztéseket, a Magyar Falu programot, a belügyminisztériumi pályázatokat, a toppos pályázatokat. Ebből a 33 pályázatból 17 volt, ami a Magyar Falu programban valósult meg, de mondhatni azt, hogy folyamatosak a beruházások és a terveknek a készítése Decsen. A falugonnoki busszal együtt a település önkormányzata már a 17. sikeres pályázatát tudhatja magáénak a Magyar Falu program keretein belül. A kis busz egy 9 személyes, komfortos jármű, amivel mozgássérült embereket is tudnak szállítani. A faluban többnyire az idős, szociálisan rászorult személyeket fuvarozzák majd. Ez a falugonnoki busz is egy nagy szolgálatot tesz a település közéletében, elsősorban az idősek szállításában, de jellemzően infrastruktúra fejlesztés, útépítés, ádépítés, intézmények felújítása. Most terve van a temetőn egy urnafalnak a megépítése, játszótér építés, további járda és útfelújítások. Tehát én azt gondolom, hogy munka van bőven. Horváth István elmondta, hogy 2022-ben összesen 14 pályázati felhívás érhető el a Magyar Falu programban.